hogyan érint téged az, hogy most 4 napig pihenni fogod akkor? Hát túl rosszul nem érint egyébként, mert legalább jól kipihenjük magunkat. Talán kicsit itt a többiekkel is tudunk beszélgetni, amire egyébként nem lett volna lehetőség. És biztos, hogy nagyon sokat tudunk abból is tanulni, amit mások mondnak. Megnézzük mások autóját, mások technikáját. Tehát talán egy jó leszke tanulás lesz ez most nekünk, hogy ez így alakult. Hogy 4 napig itt kárhoztatva vagyunk ebbe a nyomelybe. Néhány perccel ezelőtt itt járt Jean-Louis Lester, mi az, amit leszúrtél, mint tanulság a tőle kapott információk alapján? Hát, amit tőle kaptam, igazából tudtam, neki mindenből rengeteg tartalék alkatrésze van, így nagyon könnyű, és egy óriási szerviz csapat, tehát ha itt hátra nézünk, ott áll 4 kamion a kocsia körül, mindenből van neki annyi darab, ahány nap van, úgyhogy nem lehet így versenyezni velük egyszerűen. Ha egyszer annyi pénzünk lenne, hogy nekünk is itt több kamion körbeállna az autót, akkor talán nekünk se lenne olyan problémánk, hogy most kiméljük az autót, nem lehet a gázt átnyomni. Tehát akkor már esetleg nem arra mennünk, hogy végigmenjünk ezen a Dakáron, hanem hogy valamilyen helyezést érjünk el.